vadász. Több mint egy tucat vadásztársaság működik a sátoraljai újhelyi rendőrkapitányság illetékességi területén. A hatóság rendszeres ellenőrzések során győződik meg arról, hogy a vadászok betartják-e az előírásokat. A rendőrség vizsgálja a fegyvertartáshoz szükséges okmányokat, az egészségügyi alkalmasság érvényességét, a szeszfogyasztást és azt, hogy a vadászatok megkezdése előtt ismertetik-e a biztonsági rendszabályokat. A rendőrség szerint a vadászbalesetek leggyakoribb oka az ittasság, a felkészületlenség vagy a biztonsági szabályok be nem tartása. A jogszabály előírja, hogy minden esetben a vadász társaságok tagjainak rendelkeznie kell fegyvertartási engedéllyel, adott lőfegyverre vonatkozó tanúsítvánnyal, illetőleg állami vadászjeggyel, és ezek a megfelelő megléte és azok beazonosítása szükséges ahhoz, hogy nehogy olyan fegyvert használjanak az adott vadászat során, amely nem engedélyezett. A rendőrök a Spartacusnál mindent rendben találtak. Azzal maguk a vadászok is tisztában vannak, hogy emberélet múlhat a fegyelmezett viselkedésen és a szabályok betartásán. Vadászat elsősorban a vadászmester irányításával történik, és ők felelnek ezért az egész eseményért. Nyilvánvalóan minden vadász személyes felelőssége is ugyanez, tehát vigyázunk arra, hogy egymást meg ne sebesítjük, alacsony lövéseket nem adhatunk le, csak azokat a vadakat szabad lőni, amiben előzőleg megegyeztünk, és az aligazításnál ezeket felsorolták. Az érvényes jogszabályok értelmében a rendőrségnek évente egyszer minden vadásztársaságot ellenőriznie kell. A sátoraljai újhelyi rendőrkapitányság azonban ennél gyakrabban is vizsgált már vadászokat. A rendőrök különösen a nagy létszámú társas vadászatokra figyelnek.